Tour de Anglais. A verseny, amit egész évben várunk. Lesz a kulisszák mögé, és megérted miért. A Vilaf Cycling és a Skoda Magyarország podcastje. Sziasztok, köszöntünk szeretettel minden hallgatót ebben a podcastben a Tour de beszélgetünk majd a Tour de Ungris különféle főszereplőivel, hiszen május 11-én elrajtol a magyar körvesenye Ezer színű karavánja, méghozzá Csákváról, is hát egy roppant izgalmas és színvonalas viadalnak nézünk elébe, azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom. Úgyhogy addig is leszünk be egy kicsit a kulisszák mögé, hiszen itt van velünk a stúdióban maga Ezen Krammer Károly, a Magyar Kör főszervezője, akinél hát senki sem ismeri jobban manapság a, a TDH-t, úgyhogy szia Karcsi, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a, a, meghívásunkat. Szia, hello, sziasztok! Az időbeosztás hogy ismerve, meg aztán végképp köszönjük, hogy itt vagy, hogyha jól tudom, akkor most is éppen egy egy kiállítás megnyitóról érkeztél lóhalálában. Hát igen, összecsúsznak itt a dolgok. Ugye a Turdong előtt a Giro valósul meg, de nekünk a szervezésben ez a két esemény, ez fölváltva párhuzamosan éjjel-nappal kicsit uh, fáradtak a kollégák, <coughs> talán ez én hangom is, de az, ami most történik a turdonk környékén, az uh, minden kárpótol. Tehát így uh, Pont tegnap az autóban utaz akartam a hírt a, a Ineos nevezéséről, azért megkönnyeztem. Nem mondom, hogy ezért dolgoztunk az elmúlt években, mert ezt azért nem hittem volna. Ami most történik. Én ezt akartam is kérdezni, hogy őszintén mi volt az első reakció, de amikor befutott az Ineos kései nevezése, de akkor ez megválaszolta tulajdonképpen. A feleségem kísért mentünk, mentünk két, két helyszínre, Nyíregyházán voltunk, meg Debrecenben voltunk, meg Tiszói városban az elmúlt két nap, és elég fáradt vagyok, és nem enged el egy kocsival, és a kollégáknak sincs idejük, ezért a feleségem vette a sofőröm, és nagyon megijedt, mert felülvöltöttem az autóba <laughs> a egy úristen, amikor megérkezett a, a hozzám is a nevezési lap, az igazság, hogy először nem is láttam a Vivianit, mert annyira, annyira meg a könnyük, amikor megláttam a Tóg hát nevét akkor, akkor hirtelen elszaladt el, el, a szám, elmondom, ó, és csak később láttam meg a Vivianit, aki önmagában bármelyik is álom. Tehát ezért én az elmúlt évben én, ha külföldi versenyen voltam, akár pálya versenyen, mondjuk jártunk többször Belgiumban, Gentben, tehát a legnagyobb sztárja ugye a téli páros versenyeknek a Viviani de hát amikor voltunk 19-ben Olaszországban három szakaszt néztünk meg a giro ott is, ott is fantasztikusan jó sprint, hát, egyébként kizárták egy sprintből, mert szabálytalankodott. Jogosan zárták ki egyébként, de ettől függetlenül egy, egy, egészen elképesztő sprinter, meg hát amit ő pályán is alkot. Szóval nekem egy csoda a fiú, és itt lesz nálunk. Úgy egyébként az olasz körverseny árnyékában, úgy házára jelbe aki, aki, azon a héten akar sprintbe futókat nézni a tévé elé az uh, valahogy írja ki a giro aztán kapcsoljon át hozzánk a Tour És ha már belementünk konkrétumokba, akkor mondjuk a, az Ineos úgymond megszerzésének körült-e jobban, vagy mondjuk a Quickstepnek? Vagy együtt mind a kettő hatalmas öröm? Mind a kettőnek aztán örültünk, az Ineosban nem hittünk, uh -huh. azt mondom őszintén. A Quick is se adtam volna túl sok esélyt. Az elmúlt évben azért dolgozunk rajta, nyilván keresünk a kapcsolatokat. Cirasi László, a versenyigazgató, akinek ez a feladata, hogy körözgeti a csapatokat. A quickstep van élő kapcsolat, és velük sikerült egyetlen tárgyalásig jutni. Tehát a tárgyalási pozíció után, hogy sikerült, nyilván Pesgő dorant, de arra, arra, mondjuk, mondjuk ugye azt mondjuk, hogy volt rá esély. Az Ineosztra egyáltalán nem. Tehát igazából választ Tehát azt éreztük, hogy, hogy, ők az a csapat, akiknek, akik ha akarnak jönnek, maguktól választják, és nem hiába görcsönünk. Elérhetetlenek? Elérhetetlenek. És akkor csak januárban jött egy, egy olyan e-mail, két soros, néha udvariasan, nem kérünk, hogy ennyire későn is tudjuk, hogy már tehet házzal, de ha esetleg bármi módon lenne lehetőség, hogy jöhetnénk a versenyre. És so, ti nem mondhatok nemet? Nem. <síns> nem. Nem. Minek köszönhető szerinted a, az, hogy, hogy sikerült tényleg ilyen abszolút ö, elit neveket meggyőzni a, a versenyünknek? Ugye lehet, hogy sokan azt gondolnák, hogy, hogy ez micsoda pek, hogy, hogy egy Giroval egy időben van a, a magyar körverseny, holott pont, hogy Pont, hogy nem az, sőt, hogyha ha jól tévedek, akkor ti egy kicsit szerettétek is volna ezt, a, ezt az időpontot. Igenis, nem is. Valójában nem a csíróban párban levés a ha nekünk, hanem egyáltalán jó az a hét. Tehát azért egy jó pár éve, mikor kitűztük magunk elé a célt, hogy hová szeretnénk eljutni a, a versennyel, és hogy szeretnénk HC kategóriás később, ez megszűnt most, nem ugye még akkor HC volt a, 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 cél még hat éve, aztán most már proszéris ugye ez a neve ennek a, ennek a kategóriának, hogy ezt el szeretnénk érni akkor azért nagyon mélyen elböngésztünk, hetekig, hónapokig ültünk a verseny, szinte kívülről fújjuk már a naptárt, hogy mekkor, melyik verseny, miért, kik hova szoktak menni, és, és azt látjuk, hogy sakmat vége van. Egyszerűen nincs szabad hely a naptárban. Még ha valaki meg is egy jó pozíciót, nem fognak emelni csapatok, mert nincs annyi csapat, nincs a csapatnak annyi versenyzője, hogy részt vehessen ezeken a versenyeken. Valójában ki kell valakinek esnie ahhoz, hogy valaki bekerülne egy jó pozícióba és ez egy, ez egy ö, óriási lutri, hogy amikor pályáz időpontra, hogy olyan mások mire pályáznak, és olyan, mint nyilván persze vannak a fix időpontok, a paris meg a Tour de France oké, okay, de azért, azért nagyon sok verseny keresi a pozícióját, aki, főleg hozzánk hasonló események, aki szintén nagyon sok energiát meg pénzt a csapatok meghívásába mi legyen, és két évvel ezelőtt próbálkoztunk a Giro alá behúzni, a versenyt, pont a magyarországi Giro miatt arra, konc, arra készülve, hogy, hogy logisztikailag ez mennyire jól bejön a csapatoknak. Ebben, Igen, erre gondoltam. Ebben majd. egyébként van is igazság, azt gondolom, hogy nagyon jó ötlet volt, tehát erre építettük a, a stratégiát, hogy kedves csapat, itt vagy Magyarországon. Itt van Magyarországon a, a, többnyire Belgiumból, Olaszországból, Franciaországból érkező, Németországból érkező csapat, buszok, kamionok, ami az neki is költség. Tehát az, egy, az egész kerép más logisztikai varázslat. Azon kívül látjuk a versenyzőket a, az országúton, azért mögöttük egy hatalmas csapat is dolgozik a szállodában, a kamionban, a buszon, az étkezés, a, a minden legyen rendben. Na most ők idejönnek, és a Giroba ideérkező csapatoknak a kísérő stábja nagy valószínűséggel nem megy el Olaszországba. Szicíliában egy másik uh, setup várja őket, másik busz, másik kamion, másik autó, másik sofőrrel és itt van a, itt marad a Giro első három szakaszára érkezett csapat, vajon mit fognak ők csinálni. És erre, erre kezdtük építeni a stratégiát egyébként, ez azért volt nagyon jó, mert hogy volt tárgyalási alap, volt mire hivatkoznunk, de azért valójában nem ez volt a döntő. A döntő az az volt, hogy a kaliforniai körversének gondjaik és a kaliforniai körverseny, mi egy, a World Tunnel-nál egy fix verseny volt, mert évek óta Péter Szágan nevéhez kötődik, ugye, Igen. hogy ott vagyunk, ott vannak, és egy nagyon jól működő esemény volt a Giro mellett, és ez a kaliforniai kör, kör szűnt meg. Igazából belecsöppentünk a kaliforniai kör helyére, helyére, nem csak mi, hiszen azon a héten, azon a héten nagyon sok verseny van még, de mégis felszabadult egy nagy kapacitás. És hirtelen azok a versenyek, akik ott azon a látomon vannak, azok hogy akkor tessék hozzánk jönni és ebben tudtunk mi azt gondolom, hogy nyerni. Mégpedig azzal, hogy az első évben, mikor jött négy csapat, azt látták, hogy jé, Magyarország igaz a térképnek a szélén van, amit édők ismertek, tehát azért a, a lelógunk azért a térképről, Magyarország nyugat-európából, de jé van, itt utak, jé vannak szállodák, hú, vigyáznak ránk, húzottak a, rend, a rendőrség. Tehát, hogy, hogy azt látják, hogy egy biztonságos versenyen vannak, odafigyelünk a logisztikai segítségre, hogy a parkolóban legyen áram, legyen víz, hogy reggel legyen, legyen pogácsája, meg legyen, amit elvárnak, és minden, hogy meg jég. Meg a, tehát az, amitől működik a, az egész háttér, ugye ezt a tévénéző szokról kevésbé látják, de a csapat működéséhez azért, azért azt kell, hogy, hogy, hogy a rajt, a befutó és a rajt közötti időszak az jól teljen el. Na ebben tudtunk, tudtunk szerintem olyat alkotni, Amitől a közében már nem négy, hanem már nyolc, most meg tizenkét virtuális csapat. Ebben a gyromban hatalmas lökést adott, de valójában a munkánk az, ami, ami, ami a bizalmat építi a csapatok felé. Mert tényleg ott tartunk, hogy itt az elmúlt években, nem is tudom, hanyasából vettétek a fokokat, és, és konkrétan bizonyos kategóriákban, nem hogy Pro Series, de inkább world Tour szintű a verseny, a, a, a például a sprintereknél. Hát teljesen, most így azt mondom, hogy bátran kérdehet jelenteni, hogy idei túlda anglis sprinter mezőnye erősebb, mint a GROA. Ezt így bocsánat, hogy ezt így, ezt, meg ezt, így, ezt így, kimondom, de ez így van. Ez azért tényleg hátborzongató, hogy ez alapban elértük. Nyilván sok minden kell hozzá, és ezt azt is látni kell, be tudni kell, hogy, hogy igen, a Giro hatalmas nagy esemény, és nyilván a nagyon-nagyon nagy büszkeség számunkra, hogy ott lehetünk, és az árnyékában dolgozhatunk, és, és a kollégáknak a telefonkönyvben benne van a RCS kollégáknak a telefonja, és fölhívnak minket, és amikor a Walter Attilát szeretnénk az Eurosporton, akkor elintézik, hogy fölkerüljön. Szóval, hogy, ez a kapcsolatrendszer a gyróval, az nekünk egy, egy álom. Ettől függetlenül tudomásul kell azért venni, hogy a az egyes számos a Tour de France. És bizony a, a csapatotnak az első számú sprinterje a Tour de France-ra készülnek. Egy Tour de France zöld trikó azért az, ha nem is egy sárga, de, uh -huh. de az érdemes adatlenül magukat, és, és amikor azon meccsel egy Fabio Jakobsen, egy cavendish vagy hogy melyikőjük fog indulni a a a turdona, a, a színeiben, akkor egy turdongrén való jó sprinter szereplés, az fontos egy igen mezőnyben, amikor viviani szemben kell megmutatnia, vagy egy Grönnevének igen el kell akkor nem csak egyszerűen egy edzőversen leszünk, hanem tét lesz rajtunk. Szóval ez egy tényleg egy fantasztikus dolog. Én, én, szerintem minden nincs tovább. Tehát, hogy, hogy tavaly azt mondtam már, hogy, hogy igen, a csapatok létszám, profi csapatok és a Tour, de ugye ez is egy plafon, tehát, hogy a mezőny fele nem lehet már, nem lehet a mezőny felé több Tour csapat a kategóriánk miatt. Tehát ezt, ezt, már növelhetnénk, de most a 12-15 csapat, ez nem, nem ez a, ez a lényeg, hanem hogy kik jönnek a csapatokból, és ez van most, a igen, Tehát Igen, tárokat emlegettél, ugye, és most, és most itt vannak. Most itt vannak, igen. Szerintem ez, 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 azért lesz nagyon nehéz innen tovább lépni, mert biztos, hogy jövőre, tehát hogy nem szó, biztos, hanem ezt már megtartani is borzasztó nehéz. Nem, hogy lépni innen, tehát most kit nem, nem tudom, nincs már nagyobb, nagyobb nevek a, a sprinter világban, mint, mint akik ide jönnek, akiket meg, meg szeretnénk a hegyek királynak látni, és a, tehát egy Filip vagy Karapaszt. Karapaszt, igen. sprint termezőnben elértük, elértük szerintem azt, amit el lehet érni a, a, a tetejét. Nyilván a, hát a, a hegyi nyilván hegy, nem hegy, menők közül a legnagyobbak nem fogunk hinni, mert miért? Tehát nincs hegy, tehát ez nem az a verseny. Az is meglepő, hogy itt a tavaly előtti Giro lesz. Tehát, hogy ennél, ennél tényleg az a, az, a, az a, feladatunk, hogy ezt a pozíciót megtartsuk, és, és kommunikációban építsük a versenyt, versenyt tovább úgy, hogy, hogy, a, hogy az emberek ide várják a külföldi nézők is, nem csak a magyarokat, a turdaonglit. Meg hát én szerintem egészen más most már a cél számomra, tehát ennél itt, itt van most az, amikor sokkal több figyelmet kell arra fordítanunk, hogy hogy a magyar kerékpársportra odafigyeljünk jobban. Ideig is nyilván próbáltunk segíteni, meg, meg lobbizni így a, 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 szövetségnek is, meg a szövetséggel is, hogy legyen forrás lehetőség arra, hogy itt a magyar versenyzőknek legyen, legyen magyar csapat, akire, akire ugye a Pannon utoljára, ugye Bátorfi Béla a Pannon uh, cycling óta nincs, nincs magyar kontinentális csapat, azért ez nagyon nagy baj. Tehát ez, erre való a figyelés és munka a következő, következő feladat. Neked pedig ugye, ezt ki is mondtad, hogy a, a hosszú távú célod az, hogy bekerüljünk a, a Nemzetközi Szövetség második legrangosabb sorozatába, a proseries -be. Ilyen nevek után jelen pillanatban, hogy látod a, az esélyeit ennek létrejöhet-e ez, mikor jöhet létre? Van, aki szerint nem is biztos, hogy nekünk pro verseny kell lenni, szerintem te nem ezen a, a vélemény vagy szóval. Ez hogy egy borzasztó tök? nehéz kérdés, igen, tehát hogy, hogy itt, itt a, a egy picit ütközik, ütközik a, a, a egy kicsit azt kell mondjam, szűklátó magyar csapatnak mi az érdeke, dolog, és, és a, mi a magyar kerékpársportnak sportnak az érdeke. Szerintem én azt gondolom, hogy, hogy mi ezelőtt 5-6 éve kitűztünk egy célt, elmondtuk, mit szeretnénk elérni, kaptunk ehhez, ehhez anyagi lehetőséget. Én azt látom, itt, és merem bátran mondani, hogy messze túl teljesítettük az elvárásokat, nagyon jól hasznosítottuk az erőforrásokat, és elértük a célt, amit kitűztünk magunk elé. Az egy másik probléma, hogy ezt, ezt a sportszakmi oldalról, a csapat oldalról nem tudott velünk jönni a sportág, ugye a Panno nem, hogy tovább lépett volna, hanem megszűnt. Hogyha Panno nem szűnik meg, hanem tovább lép, akkor egy teljesen másik helyzetben lennénk. Akkor egy, egy, egy párhuzamosan fejlődne, fejlődne a rendőri verseny, a rendőri jobb csapattal. Ez ugye sajnos nem így alakult, és ezért, ezért egy picit nekünk is nem mondom, hogy be kell húznunk a féket, mert nem ez a megoldás, hanem, hanem próbálni kell abban segíteni, hogy, hogy a, a, a szakmai oldal is tudjon fejlődni, és ne legyünk kiszolgáltatva annak, hogy a tehetséges magyar versenyzőknek vajon kaptálnak egy külföldi szerződést valahol egy csapatnál. Nyilván meg a maga erőnye annak is, hogy ez egy mély szakmai beszélgetés lenne, hogy, hogy a magyar konti csapat jó, vagy egy olaszba elkerülni, ezt azért így, ezt, szerintem ez a beszélgetés és ezek tényleg egy mély szakmai vita tárgya, hogy mi a, mi a, jó irány, de, de mindenképpen szükség van arra, arra szerintem már csak a magyar srácoknak kommunikáció miatt is, hogy hegyenek, higgyenek benne, hogy van magyar csapat, aki lehet tovább lépni. Szóval ez, a, ez az első számú, is, és egyébként akkor a persztől kezdve meg nem is kérdés, hogy, hogy az már akkor meg mindegy, hogy első kategória vagy pro Tehát most ma egyébként igazából szakmai oldalról mindegy, hogy melyik, mert a mezőny ugyanannyira nehéz, Nekünk a, nekünk a verseny szervezési biztonsága miatt lenne fontosabb a Ne azért, hogy mi nekünk meg legyen, hanem hogy másnak ne. Uh -huh. Bocsánat, ha most ezt így mondom, hogy dögölje meg a szomszéd tehenek kategória, de, de, valójában tényleg ez a helyzet. Ugyanis, hogyha egy picit az előbb említettem azt, hogy, hogy mikor végnézzük az egész éves versenynaptárt, és látjuk, hogy hol vannak rések, és hol nincsenek rések, akkor akkor nagyon fontos azt látni, hogy abban a pillanatban megjelenik egy, egy, héten egy, héten egy World Tour verseny mellett két Pro Series verseny, azonnal bukta a 2.1-es kategória, és nem jönnek már hozzánk, nem tudnak jönni, mert kötelező indulni ezeken a versenyeken. Tehát, hogyha mondjuk egy, az egyik francia, vagy norvég, vagy brit verseny kapja meg arra a hétre a Pro Series t akkor bármennyire jó nálunk a szállás, bármennyire jó rendőrű biztosítás, oda fognak menni a csapatok. Tisztasor. Picit a szurkolói oldalról, mert azért csak nekik szervezzük a, a versenyt. Ugye tavaly a, a járvány miatt még elég jelentős szigorítások, illetve biztonsági előírások voltak. Most mi a helyzet? Ezen a téren mire számíthatnak a, mind a versenyzők, mind a szurkolók? Lehet egyáltalán azt mondani, hogy itt testközebből lehet majd szurkolni a mezőnyek? Ez egy borzasztó, érdekes és nehéz kérdés. Nehéz rá egyértelmű válaszokat adnom. Egy stadionban jobban, könnyebben szabályozható a, a, a nézőknek a mozgása és a, a lehetőségei. Továbbra is életben vannak a tavalyi Covid szabályok a mm. Így Talán ez így egy mondatban a lényeg de azért ez mégsem jelenti azt, hogy nem lehet a versenyre odajönni, hiszen tavaly is ott voltak a nézők. Mondok egy konkrét példát, tavaly ezt tudtuk megvalósítani a hősök terén, ha csak egy konkrét helyet mondjak, hogy, hogy a kordonok mellett közvetlenül nem volt szurkoló, de másfél méter húztunk egy másik kordont, és ott már viszont lehettek. A magyar szabályok szerint az utcán lehetnek az emberek, de meg kell tartani a tisztes távolságot. És akkor ez, ez kb. Ez idén is, tehát az utolsó pár száz méteren nem tudunk oda menni már a versenyzőkhöz, de egyébként, egyébként van, mindenkinek javaslom, hogy jön el szurkolni. Főleg a emelkedőkre, a hegyes szakaszokra, ahol legtöbb is elmegy a mezőny pláne. Érdemes, érdemes eljönni. Selfie, aláírás, barátkozás közelről az, az nem. Tehát az, az továbbra sem, de hát ez, ezt el kell fogadnunk, hogy ez sem most nem megy. Nyilván ne lőjük le a, a legnagyobb poénokat, amik még mondjuk meglepetések, de ha, ha ki kéne emelned néhány települést, vagy, vagy programot, attrakciót, produkciót, amivel egy-egy városban, településen készülnek, akkor akkor mi az, amire azt mondanád, hogy, hogy erre mindenképpen érdemes odafigyelni, vagy esetleg oda személyesen is kilátogatni? Hát ugye, ha rányoz a verseny térképére valaki, mit érdemes megnézni a tdh.hu honlapon, ott vannak ilyen nagyon klassz, ilyen Google alapú ráközelíthető térképek, és ott, ott a rajtnak a célterületeken kívül látszódik a részhajrápontok. Hát szerintem a, 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 a nyilván a rajthelyszínek azért, mert ott van a, a csapat sokáig rajta készülődés van, üm, nyilván megint csak nem csak esközelbe, de mégis azért lehet, lehet látni a csapatokat. Tehát ez egy, ez egy meg, egészen más hangulat, mint a, a stresszes versenyszituáció. Én jó szíve javaslom a rajtterületeknek a környékén, mm. erre kirátogatás minden helyszínen, akár Csákvár, akár Karcag, akár, akár Sárospatak, Kazincbarcika, Miskolc, ugye ezek a rajt helyszíneink. Mm. A befutó helyszínenünk környéke adja magát, ez egy sprint és sprint környék Ilyen az a hangulat, az, ami ott történik, az utolsó, és főleg ezzel a mezőnyel. Tehát azt, azért az. az... Tényleg hátborzongató, amikor a kordon mellett áll, amikor 80 el elmegy előtte a mezőny. Tehát azt tévé nem adja vissza azt az érzést, hogy ez tényleg ez volt. Igen. Semmit nem lehet látni, hogy ki volt elő. Tehát az ne, ne zavarjon senkit. Csak én azt se, lehet érezni. Én se látom. Tehát nem, nem látom, tudom, mi történik, de az, az olyan érzés, olyan bomba, amit, amit tényleg csak a kordon mellett, vagy a kordonhoz közel lehet, lehet átélni. És hát vannak a részhajrápontjaink, amik nem véletlenül kerültek ezekre a részhajrákpontokra, a, akár sprint, akár hegyi hajrápontok. Ezek mindegyik valamiért, valamiért fontos. Egy városban egy szép helyszín, egy, egy kiemelt helyszín, amik érdemes oda látogatni. Én például most előtt voltam Tiszói városban, egy képesztő készülődés van a városban, hogy tehát ö, ö, némelyik rajt- vagy célvárosunk nem készül annyira, mint a város arra, arra a részhajrára, amit a mezőny át fog menni, és ö, egyébként meg is értem őket, mert tényleg nagyon szép helyeken visszük a versenyt a városon keresztül, tehát ez is egy kalasz helyszín, meg hát az első szakasz lett számomra szerintem a leg, legérdekesebb, hogy nagyon-nagyon készülünk mi magunk is, ez az etyeki, etyeki emelkedő, és ez azért lesz nagyon jó, Egyrészt azért, mert három kört fog menni a mezőny. Én azért túl nem nagyon volt az elmúlt években, mm -hmm. hogy, hogy köröztetjük a mezőnyt, és rálak hosszú körön, 40 km egy kör, kb. egy óra, 46 km egész pontosan, kb. egy óra a kör, és háromszor fog elmenni a mezőny az egyek kiemelkedőn fölfelé. És uh, egyek gyönyörű hely, oda kibringázni is nagyon klassz, ugye Budapesthez közel van, ugye rengeteg szurkolunk Budapest, Budapest környéki, tehát a számukra nyilván ez egy nagyon jó, nagyon jó lehetőség oda elbiciklizni, és, és a hegyi hajrán, hegyi hajrán találkozhatnak háromszor és a versenyzőkkel, de viszünk külön egy kivetítőt, lesz, lehet látni a versenyt élőben a, a hegyi hajrá mellett kirakott színpadon. Szóval ez egy, ez egy igazi, igazi fesztivál, szeretnénk oda varázsolni. Egy megmutatni munkánk is, hogy oda, oda, ha lenne energiánk, pénzünk, ma azért is nyilván egy kérdés, hogy ezt lehetne úgy csinálni, akkor a jövőben milyen felüldési lehetőségek vannak. Mert egyébként ez, ez még a jövője a versenynek, hogy folyamatosan az eddigieknél is nagyobb fesztivál hangulatot teremteni az út mellé. Azt talán ö, nyugodtan mondhatjuk akkor, hogy ö, már csak ugye az említett nevek nyomán is minden eddiginél több szemszegeződik majd a, a Tour világszerte. Tudsz-e arról bármit, hogy ez nagyságrendileg mit jelenthet mondjuk nézőszámilag, illetve, illetve más részről ez mennyi, mennyiben nehézség ö, nektek ezt a, ezt a fajta megnevekedett érdeklődést, illetve igényszintet kiszolgálni úgymond szakmailag, logisztikailag, biztonság, technikailag, mindenhol. Hát mondok egy, egy, konkrétumot, hogy mit jelent ez szervezésben, meg a média, a gyárt, és a média is nem gyártódik magától le az, amit látunk a tévén, azért ott dolgoznak rajta a fiúk, lányok, nem keveset. Eddig két óra élőt adást gyártottunk, és a két óra élőből lettek az összefordulók, amik ugye mentek a, a különböző televíziókban. Vagy élőben adtuk le a Magyar tévében, vagy felvételről, például az Eurósporton, Na idén rajt előtt mínusz öt perccel indul az élő, és a befutó után plusz 20 perccel kapcsol el. Tehát lesz olyan napunk, hogy öt és fél-hat óra élő gyártás. Azért ez, tehát hogy csak hogy valaki mondja, hogy például ki kell menni piséni mondjuk a kamionból. Tehát hogy, hogy hat óra az iszonyatosan sok idő. És ezt megtöltani tartalommal, hogy ott a tévénézők, amik az alföldi szakasz megy, akkor ne unják meg, tehát hogy legyenek olyan érdekes, izgalmas bejátszások, amik ott tartják a nézőket a, a tévéképernyő előtt, azért ez hatalmas kihívás. Lesz De, a kommentátoroknak Hát a kommentátoroknak is, meg, meg az előkészítésben dolgozó csapatnak. Például most hétvéget, már a hétvégén, meg eddig is, tehát az eddigi filmeket is, eddig dolgoztunk, ezeket mindig igyekszünk úgy összerakni, hogy, hogy egy érdekes magazint tudjunk berakni az élő alá. Nyilván nem elvéve egyáltalán az élő képet, mert azért az érdekes az, ami ott történik, de színesíteni ezt, a, ezt a, az anyagot a azok számára. Tehát négy-öt négy óra élő adás. jártunk, Magyar Televízió élőadás minden nap, az Eurósporton minden este hétköznap, tehát szombatig, szerdától szombatig, 8 órától a legjobb idősávban 1 óra, 44 perc egész pontosan egy túlnagy összeforduló, az utolsó szakasz pedig élőben az Eurósport 2-n. Hát ez, 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 azt is jelenti, hogy az, amit mondtam, hogy bizony a nemzetközi tévénézők a Giro után, ha megvárják a a 8 kor akkor látnak egy normális kerékpárversenys kerékpárverseny Média <hállt> történet. Igen, nyilván nem, persze most túlzok, hát, tehát hogy, hogy nem, nem, is tudom, hogy hova kapja a fejét, hogy, hogy Giro-t nézzen, héten, vagy, vagy túlt a giro három magyarral, e -e, ne, nem, nem nehéz nehéz erre ezekre mit mondani, kinek minek szurkoljak jobban. Nyilván itt, itt, Attila, ugye, ugye Erik szereplése, Barna, hogy ott lesz a, a, tehát így, így azért ez, erről így beszélni is fantasztikus, és hogy, hogy, ezzel az eseményel egy szinten tudom, tudom említeni a Tour de Marit, azért ez nagyon jó érzés. Hát egyik szemünk itt, a másik ott, mm. és akkor hát ha az, Atti megint a valamelyik TDH szakasz alatt veszi fel a rózsaszintrikót egy picivel arig. Igen. <síns> <síns> No, hát én ezek alapján azért azt veszem le, hogy mi ezzel a versenyel már csak nyerhetünk, akárhogy is végződik, de neked személy szerint csak van-e mondjuk titkos favoritod, vagy, vagy van-e bárki, akinek mondjuk nagyon örülnél akár, akár szakasz, akár összetett szempontból, vagy te nem mondhatsz ilyet? Persze lehetnek vágyaim, de azért, azért ez egy, azért mikor, Hát a, a, realitások azért azok, amikor oda, oda tapossa, pedálnak egy Jakobzán az utolsó kétszázon, amikor a vilelegek sprintereitől eljön még 5-10 méterre. Szóval ez, ez, nem az az esemény lesz, ahol a magyar sprinterek ö, tudnak dobogó környékére jönni. De én az, hogyha itt helyezésbe csúszik egy szemüli helyezés becsúszik egy magyar srácnak, ezért van ilyen ügyes fiunk itt a mezőnyben, itt a karládám borasz ügyesen helyezkedik, ugye a a filutáns Viktor azért uh, uh, ő sem lassú. Uh, tehát, hogy, hogy itt uh, ilyen, ilyen szakasz, szakasz egy szemüli helyezést azért, azért uh, nagyon örülnék neki összetetben pedig hát nyilvánvalóan a, a, hegy lesz a, bocsánat, nyilvánvaló, ha és amennyiben nem lesz egy olyan szakasz, ami szétfújja a szél, ami vihat, azért egy kerékpánsportról beszélünk, bármi történhet. Tehát, hogyha minden a, a papírforma szerint zajlik, akkor kékestetőn fog eldönni az összetett Akkor pedig a hegyi menőkön van a sor. Dinamarci indul. Ő volt már Tordongli második, Tudja, hogy milyen ez a hegy. Ha nem is győzelmet, nyilván, tehát azért ezt rávisan kell látnunk a viszonyokat, de, de egy, egy nagyon szép helyezésnek azért örülnék neki is, meg hát bármelyik fiatalnak, aki most itt majd megmutatja magát. És végezetül, mit üzensz a szurkolóknak? Jöjjenek, biztassák a zsíró alatt a magyarokat jöjjenek, biztassák a Tour alatt a magyarokat, és szurkoljanak minden világsztárnak, mert nem tudom, hogy lesz-e még lehetőség ilyenre a jövőben. Én, én, nyilván erre készülünk, de azért, azért azt tudja mindenki, hogy ilyen, ami most, most történik itt, ez, ez, valóban sporttörténelem, és még az is lehet, hogy nem lesz ilyen többet. Azért legyen, én ezt kívánom, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat még egyszer. Nektek pedig azt köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Hogyha érdekeltiteket a Tour de Hongri világa, és szeretnétek nyomon követni a verseny történéseit, kövessétek a Vilaf Cycling Magyarország Facebook oldalát. Ha pedig szeretnétek ti is versenyezni és megnyerni a királyatapra szóló vip jegyeket nincs más dolgotok, mint ellátogatni a vilafcycling.com per hu per Tour de Hungary 2022 weboldalra. Itt minden részletet megtaláltok más kapcsolódó tartalmaink mellett. Köszönjük még egyszer, hogy itt voltatok, a következő epizódban találkozunk, akkor Szilosi László versenyigazgató árul el további nagyon érdekes részleteket és kulisszatitkokat. Addig is vigyázzatok magatokra és egymásra. Sziasztok!